Úgy tudom, ez a legjobb szecsuáni étterem a város. Jól van. Szerettem volna még egyszer megünnepelni a születésnapodat. A tegnapi egy kicsit feszkósra sikerült. Ahol apám megjelenik, lefagynak a mosolyok. De mégis eljött, és úgy tűnik, igyekszik, hogy egy kicsit is apaszerű legyen. Apaszerű, ez tökéletesen illik rá. Tudom, hogy soha nem voltatok túl jóban, de biztosan nehéz volt neki, miután édesanyádat megölték. Elfelejtette, hogy a klubban ketten voltunk. Nem védem az apádat, Tommy, csak... azok után, amit átéltem, akiket elvesztettem, tudom, hogy mennyire nehéz. Talán nem emlékszel rá... Nyolc évesek voltunk. De apa a temetés után elutazott úgy két évre. És mikor visszajött már... olyan nagyon hűvös volt. Alig beszélt. Ezért voltam annyit nálatok. Kívülről nézve... mindig úgy tűnt, hogy van igazi apám. Fizette a számláimat, élt a házamban, fizette az óvadékom. De a te apád volt, aki elvitt az első hoki meccsemre. A te apád tanított meg horgászni, a te apád vitt el minket az első szexfilmre. Ő sem volt tökéletes. Apám sokat hibázott. És... nem beszélgettünk erről. De nagyon nagy dühöt érzek iránta. Mégis bármit megadnék. Bármit, hogy visszakapjam, mert... a nap végén a te apád... a te apád. Amit mondtam, úgy gondoltam... Szia! Hallottam McKenna-ról. Jól vagy? Nem igazán. Tudom, mostanában hülyén viselkedtem. Nem tudtam megérteni, hogy... hogy titkolhattál el ilyesmit előlem. De soha nem gondoltam végig, mibe kerülhetett ez neked. Hazudni azoknak, akiket a legjobban szeretek. Ez a legnehezebb. Megértelek. Tévedtem, mikor azt hittem, mindkettő menni fog. Hogy megteszem, amit tennem kell. És élhetek normális életet. Bárkivel is. De ha egyedül vagy, soha nem leszel boldog. Talán nem. Azonban most nem az én boldogságom a fontos. Éhesebb vagyok, mint hittem. Azt várja, hogy megegyem, és csak azután oktat ki. Az utóbbi hetekben sokat volt magán az a kapucni. Melegíti a fülemet. Tudom, azért döntött így, hogy elkerülje a bonyodalmakat. Az ő védelmükben. Akik velem vannak, bajuk esett. Most mi a baj? Azt hiszi, kezdek elgyengülni. Nem, épp ellenkezőleg nyugodtnak tűnik. Ijesztően nyugodtnak. A dolgok nem végződtek jól Helenával, McKennával. Lorellel, Sarahval. A lista folytatódik. Igen, de mit csinál maga? Kapucni tölt, hazamegy, ez nem valami nagy élet. Ez az életforma nem sok teret hagy nekem a normális életre. És nem is kell. Elég síralmas jövőt tervez, amiben nem lesz társa. Rég megszoktam a magányt. Pontosan ez aggaszt engem. 8 hónapja van itthon, de még nem jött el a szigetről. Nem értem, miért nem meséltél a megzsarolásról. Én vezettem a klubot, Oliver. Sok mindenről nem mesélek neked. Hadd kérdezzek valamit, Pajti. Mit tettem a 6 hónap alatt, mióta itthon vagy, amiből azt gondoltad, hogy én drogot árulok? Az utóbbi 6 hónapban
Semmit. Igen. De előtte keményen nyomtad. Olyanokkal üzleteltél, akik rossz dolgokat árulnak. Ahogy te is, Oliver! De én megváltoztam épp úgy, ahogy te is. Nyilat lősz azokba, akik törvénytelen dolgokat tesznek. Úgy tudom, egy ellenőrt lefizetni szintén törvénytelen dolog. Azt gondolod, hogy bántanálak téged? Igazából fogalmam sincs, mit csinálnál. Totális rejtély vagy számomra. Nem is tudom, hogyan tudod ilyen könnyedén megölni az embereket. Ha legközelebb, a legrosszabbat gondolod rólam, gondolj bele, hogy én mit gondolok rólad. Ennek mi baja? Magának mi? Hiányzik apa és anya. Amikor ennyi idős voltam, anya egy éjszaka betakart, mielőtt elment. És egyszer csak egy rendőr állt az ajtónk előtt. Azt mondta, hogy anya elment, és többé nem láthatom, de tudod mit? Tévedett. Mert látta még? Valahányszor becsukom a szemem, látom őt, valahányszor lefekszem aludni, mindig ott látom az álmaimban. Tényleg? Igen. Próbáld ki, csukd be a szemed. Látom őket. Ha szomorú vagy, vagy félsz, csak tudd, hogy ők mindig ott lesznek veled. Állandóan meglepsz, Merlin. Mi történt? Nem jött el, nem alakult jól. Rasmus szökni készült. Ezért döntenem kellett. Áll a döntésének, négy ügynökünk halott, Oliver. Megállíthatta volna a pasast egyszer s mindenkorra. Lóton megszökött. Komolyan azt hiszi, hogy egy halálpontos bérgyilkos csak úgy megadja magát? Ott kellett volna lennie. Taylor Moore számított rám. Ez soha nem a kisrácról szólt, aki biztonságban van a fegyveres őr mellett. Ez Lorelről szól. Diggle, hoztam egy döntést. Tudom, Lorelt választotta. Mindig őt. Mindenki más le van ejtve. Reméltem, hogy itt lesz. Szeretném, ha újra jóban lennénk. Oliver, mi már sehogy nem vagyunk. Maga meg én. Már nem. Értse meg, én csak azt tettem, amit jónak gondoltam. Én is azt tettem. Végeztünk. Ne csinálja ezt. Egy valamivel állíthat meg, ha belém lő egy nyilat. Hello! Hová ment?